Sziasztok! Ebben a videóban egy Heroes Wolfram 21 g-os nyilat fogok nektek bemutatni. A terméket a Game Center biztosította a videóhoz. A doboz teljesen szokványos Heroes doboz. Bal oldalon láthatjuk a nyilakat a plexi borítás mögött. Ha megfordítjuk, akkor pedig azt olvashatjuk, hogy 97%-os Wolframból készült, köszönhetően a nagynyomású precíziós öntési technológiának. A szokványos, gyártóra jellemző műanyag tokot is megkapjuk a készlethez, amik hegyvédőben vannak. A testekre csak a szárak vannak rászerelve, a tollak különállnak. A testeken alul a logó látható, középen pedig rá is írták, hogy kereken 21 g-os. Elől a széles és vékony bemarások váltakoznak, a hátsó részen csak vékonyak vannak. Mivel a megmunkálás nem túl mély, ezért elől és hátul is nagyon pici a tapadás. 97%-os Wolfram miatt még vékony is. mm-es fekete hegyet kapott a nyíl. Ennek a 21 g-os testnek 50 mm-es a hossza. A test átmérője 6 mm. Az előső grip 22 mm hosszan helyezkedik el, a hátsó pedig 14,5. A műanyag szár és a kisebb méretű standard toll 77 mm-rel növeli meg a nyíl hosszát. A test súlypontja toll és szár nélkül pontosan középen van, a gyári szárral és tollal pedig 28 mm-re. A kúpos forma hátul súlyos nyilat eredményez. Az első nyíl 21,9 század, a második 21,7 század, a harmadik 21,5 gramm. A toll és a szár kombinációja még 1,7 grammal növeli meg a test súlyát. Ha tetszett a bemutató, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy a soron következő videókról ne maradjatok le, mert hamarosan egy újabban jelentkezem. Sziasztok!